Fazenda de Esperança, vagyis a remény udvara. Ez a neve a brazíliai közösségnek, ami most már a Somogy megyei Csákányban is segítheti a rászorulókat. Három brazil, egy urugvái és egy magyar misszionárius érkezett Magyarországra, hogy Varga László megyés püspök támogatásával létrehozzanak egy rehabilitációs központot szenvedélybetegek számára. A Fazenda de Esperança, lefordítva a remény udvara, egy olyan hely, ahol szenvedélybetegeket fogadunk, és egy éven keresztül ugye ők ott megpróbálnak új életet kezdeni, meggyógyulni, új emberré válni, és ezt mi úgy érjük el, vagy Istennek úgy adunk esélyt erre, hogy minden nap ugye egy mondatot az evangéliumból vagy az olvasmányból kiveszünk, és azt konkrétan megéljük, tehát a fiúkkal együtt. Sou franciscano, nasci na Alemanha. Ferences szerzetes vagyok. Németországban születtem, de a papszentelésem után nem sokkal Brazíliába küldtek plébánosnak. Felfedeztem, hogy nagyon sok fiatal van, aki nem tudja, mit kezdjen az életével. A szülők nagyon kétségbe voltak esve, mert a fiúk drogokat használtak. Ez egy új dolog volt számomra. Arra gondoltam, hogy segíthetnék rajtuk. Jöttek akkor fiatalok hozzám, akiknek segítségre volt szükségük, és felvettem őket a plébániára. Nagyon sok fiatallal beszélgettem, éjszakákon keresztül mesélték a történeteiket, és én csak hallgattam őket. Megértettem, hogy mindegyik fiatal mögött egy hatalmas segélykiáltás van a szeretet felé. Elkezdtük együtt olvasni az evangéliumot, és nem csak olvastuk, életre is váltottuk. Megkérdeztem tőlük, hogy szeretnének-e egy közösséget alkotni. Igent mondtak nekem, és megosztották velem, hogy a mindennapi evangélium megélésével hatalmas örömöt éreztek, és ez segítette őket, hogy leszokjanak a drogról. Sikerült teljesen megszabadulniuk, és elkezdtek más fiatalokat is megszólítani, így egyre többen lettünk. Amikor Frei Hans megérkezett a plébániánkra, fiatal voltam, aki kereste a hivatását, és nagyon megérintett, hogy minden nap megéljem Isten igéjét. És egyik nap az volt az evangélium, hogy a gyengéknek gyengévé lettem, hogy megnyerjem a gyengéket. Mindenfajta embernek mindenné lettem, hogy minden lehetséges módon megmentsek némelyeket. Ez az ige adott erőt nekem, hogy oda menjek azokhoz a fiatalokhoz, akiket nap mint nap láttam az utcán, és be voltak drogozva. Beszélgettünk, és elhívtam őket a plébániára, misére. Eljöttek, és ahogy részt vettek a szentmisén, otthon érezték magukat, és új életet akartak kezdeni. A lakosság is segített minket, egyre több házat kaptunk, és folyamatosan növekedett a közösség. Ma 160 fazenda működik 26 országban. Az érettségi után elmentem egyetemre, de elég hamar rádöbbentem, hogy nem az én világom, nem éreztem magamat a helyemen, és akkor utána jött egy ilyen év, ahol egy ilyen krízis év mondhatni, és ott döntöttem el, hogy valamit tennem kell, hogy megtaláljam a hivatásomat. Az elején ugye csak úgy mentem, hogy akkor egy év, most megnézzük, hogy tetszeni fog-e vagy nem. Igazából nekem a fazendában, amikor először ránéztem, akkor én azt mondtam, hogy fú, ide biztos nem fog menni. Aztán pedig ugye mindig az ellenkezője történik annak, amit az ember gondol. Úgyhogy elkezdtem ezt az utat, és rájöttem arra, hogy sokkal több ez, mint amit az elején láttam benne. Hát én az elején azt hittem, hogy be leszek zárva, stb. Együtt csinálunk ilyen kézműves dolgokat, de aztán rájöttem arra, hogy ez ennél sokkal több, meg sokkal tágabb. Három fontos alappillére van a közösségnek. Az első a lelkiség, mely Isten igéjét foglalja magába, és ez a mindennapi konkrét szeretetben segít bennünket. A másik a munka. A fazendának fenn kell tudnia tartania magát a munka által.
A harmadik pedig a közösség, hiszen együtt élnek 14-en, 15-en házakban, akik családot alkotnak. Egy évig tart ez a gyógyulási folyamat, ahol dolgoznak együtt, közösségben élnek és a lelkiségre is odafigyelnek. Amikor befejezik a fiatalok az egy évet, akkor elmennek az utcára és segítenek azoknak, akik még a drogfogjai. Alan vagyok, 36 éves, és az életemben folyamatosan ezt az utat tettem meg lefelé. Nagyon nehéz gyerekkorom volt, ezért az alkoholba és a drogba menekültem. São Paulo-ban egy nyomornegyedben nőttem fel. Amikor már egy ideje az utcán éltem, találkoztam valakivel, akitől, ahogy másoktól is, kértem pénzt drogra. Mondta, hogy neki nincs pénze, de ismer egy helyet, ami megváltoztathatja az életemet. Én elfogadtam ezt a felajánlást, anélkül, hogy tudtam volna, hová megyek. Nem foglalkoztak azzal, hogy büdös voltam, nem fürödtem már 2 hete, és csak egy szemetes zsák volt a hátamon, amiben a ruháimat hoztam. Csak egyszerűen átöleltek, ahogy megérkeztem. Anélkül, hogy tudtam volna, hogy mit jelent megélni az igét, elkezdtem apró jó cselekedeteket tenni, és szépen lassan kezdett megváltozni az életem. 3 hónap után azt éreztem, hogy valami többre vágyom. Szeretnék első áldozó lenni. Szeretném megtapasztalni az eukarisztia örömét. Amikor letelt az 1 év és vége lett a gyógyulás folyamatának, eldöntöttem, hogy szeretném folytatni és odaadni az életemet ennek a missziónak. Részt vettem egy nemzetközi missziós iskolában, és utána idejöttem Magyarországra. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer itt leszek Magyarországon, de hihetetlenül boldog vagyok, hogy itt lehetek ebben az új kalandban, és együtt nyithatjuk meg a helyi fazendát. Nagyon szép látni, hogy mennyien segítenek, annak ellenére, hogy még nem ismert a közösség itt Magyarországon. Különösen megérintett, hogy Varga László püspök atya kinyitotta házának kapuit és befogadta a misszionáriusokat. Rájöttem arra, hogy Isten sokkal konkrétabb annál, mint amit én hittem azelőtt. Tehát én azelőtt elmentem néha, igazából a végére már nem is nagyon mentem így vasárnaponként templomba, de mivel a családom nagyon katolikus, ezért velük, mikor otthon voltam, akkor mindig jártunk, egyházi iskolába jártam, ugye Pannonhalmi Bence is, de valahogy soha nem éreztem azt, hogy valaki gondoskodik rólam, és amikor a fazendába elmentem, akkor ez nagyon gyorsan érezhetővé vált, mert nyilván az ember nem beszél portugálul, tehát Istennek volt esélye működni. Isten mindenkinek különböző talentumokat adott. Ha megéljük az ő igéjét és szeretünk, akkor felfedezhetjük, hogy mi a mi talentumunk. Olyan fiatalokról álmodik, akik képesek építeni, nem rombolni és háborúzni. Lehetsz te is az egyik ilyen fiatal. Gyere, és tapasztald meg!